A 16 évesnél idősebb magyar lakosság 57%-a súlytöblettel rendelkezik, 40%-uk normál testsúlyú, és mindössze 3% tartozik a sovány kategóriába. Derült ki a KSH legújabb felméréséből, amelyhez a WHO ajánlása szerinti testtömegindexet is használták. A statisztikai adatsort több forrásból állították össze, például lakossági felmérésből és adminisztratív nyilvántartásból. Évente vannak friss adatok, de ezt a felmérést most készítették el először. A lakosság egészségi állapotára vonatkozóan azért nem ilyen jó a helyzet. Lakossági felmérést, nagy felmérést 5 évente csinálunk, egy ilyen kisebb felmérést pedig most már 3 évente. Ezek új uniós elvárások, ez volt most az első, a 2022-es felvétel, amit az életkörülmények adatfelvétel keretében végeztünk. Ennek az összehasonlíthatósága az kifejezetten egészségfelmérésekkel azért korlátozott, de az egészségfelmérésekből, ami már 3-szor megtörtént Magyarországon uniós módszertan szerint, azt látjuk, hogy sajnos bizonyos mutatók romlanak, így éppen a testsúly, amiről beszéltünk, a tulajdonképpen a sportolási tevékenység nem változott. Ami javul, az érdekes módon a lakosság egészségérzete. Az egészséget meghatározó tényezők 4 fő csoportba sorolhatók: életmód, genetika, környezet és az egészségügyi ellátórendszer hozzáférhetősége és színvonala. Az egészségi állapotot elsődlegesen a mindennapi döntések és az életmód határozza meg, mint például a táplálkozás, a fizikai aktivitás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Az ezekből összeállt adatokat nem csak országos viszonylatban vizsgálják. A lakossági felmérések során regionális szintű információkat tudunk előállítani. Itt a mintanagysága ebben a körben enged meg megbízható adatok előállítását, de a területi dimenziót, ha úgy vesszük a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét magába foglaló észak-alföldi régiót, ha nézzük, akkor itt is az országos átlagnál magasabb a túlsúlyosak aránya, de meg kell jegyezni, hogy Közép-Dunántúlon van a legtöbb túlsúlyos ember. A túlsúly azonban nagy mértékben hozzájárul az egészségi állapot szubjektív megítéléséhez és a különböző betegségek kialakulásához. Növeli a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és az ízületi megbetegedések kialakulásának gyakoriságát. Felmérések szerint a cukorbetegség 4-szer, a magas vérnyomás pedig 3-szor gyakrabban fordul elő az elhízottaknál, mint a normál vagy sovány testalkatúaknál.